sem hagy magára, ezt írta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videója mellé, miután meglátogatta az új humanitárius tranzitpontot, amely tegnap nyílt Budapesten. Már az első napon több mint 1000 embernek segítettek. Közben az ukrán határ magyar oldalához is érkeznek a menekültek, akik teljes ellátást, valamint szállást is kapnak. Már délelőtt sokan voltak a tiszabecsi segítségponton. Karitatív szervezetek és önkéntesek fogadják őket, akik mindenben segítenek. Találtak nekünk járművet, ami a 13 fős barátságos kis társaságunkat elszállítja München mellé, mondta egy ukrán nő. Regisztráció után a szálláskeresésben vagy a továbbutazásban is segítik a menekülteket, de segélycsomagokat is kapnak. A karitatív szervezetek már csak nem 4 hete működtetik a tiszabecsi segítségpontot. Azt látom, hogy az önkéntesek, a felajánlások, akár fuvarokban, ezek mind olyan úgy szépen kiegészítik egymást. Azt látom, hogy Jóisten szépen összehozza a szükségeket és a lehetőségeket. Ez már a Beregsurányi segítségpont. Itt a magyar-máltai szeretetszolgálat és a helyi önkéntesek segítik a harcok elől menekülő embereket. A felnőtteket sokszor látni telefonnal a kezükben, legtöbbször azokkal a rokonokkal beszélnek, akik otthon maradtak. Ez a fiatal fiú a Híradónak azt mondta, a Kijev melletti Irpényből menekült Beregsurányig az édesanyjával és egy barátjával. Szörnyű a helyzet, nem volt villany, nem volt internet, nem volt víz, nem volt semmi. Folyamatosak voltak a lövések, a légi csapások. A város minden részről megsemmisült, szép város volt, de jelen pillanatban élni ott nem lehet, mondta az ukrán fiú. Ez már Budapest, a Bokcsarnokban hétfőn nyitott meg a humanitárius tranzitpont. A vonattal érkező menekülteket a fővárosi pályaudvarokról buszokkal egyenesen ide szállítják. Van étel, ital, orvos, internet és gyereksarok is. Ha valakinek szállás kell, vagy tovább utazna, azt is megszervezik. Bokcsarnokban vagyunk Budapesten. Orbán Viktor is meglátogatta a tranzitpontot. A miniszterelnök internetes videójában arról beszélt, a menekültek nagy része most már nem Kárpátaljáról, hanem belső Ukrajnából jön a katonai támadások elől. Orbán Viktor azt mondta, a tranzitponton minden segítséget megkapnak, és a munkakeresésben is segítenek nekik. Szerencsére Magyarországon ma több munkalehetőség van, mint amennyi ember. Hatalmas munkát végeznek az itt dolgozók, első helyen is az önkéntesek, a közigazgatási hivatal dolgozói, a rendőrök, a katonák, katasztrófavédelem munkatársai, nekik mind-mind szeretnék köszönetet mondani, hogy a bajba jutottak első megmenekülési élménye az itt Budapesten esélyt ad számukra egy boldogabb jövőre, mint ahonnan most eljöttek.